Elfogadta az új földtörvényt az országgyűlés. Az ellenzéki pártok bírálták a jogszabályt, és a döntés elhalasztását követelték. A szavazás előtt a Jobbik frakció tagjai az elnöki pulpitusra mentek az ülésteremben. Így próbálták megakadályozni a döntést, mert az szerintük nem gátolja meg a külföldiek földszerzését. Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta, a jogszabály garanciát ad arra, hogy a magyar termőföldet a magyar gazdák fogják megművelni. Köszöntöm a stúdióban Volner Jánost, a Jobbik frakcióvezető helyettesét. Van már belépője? Jó reggelt kívánok. Nekem van belépőm, az asszisztensem nem tud bejönni, a külső szakértőinket is kitiltott a Kövér László házelnökként a országgyűlési épületéből. Csak a képviselők tudnak bejönni, illetve az országgyűlési hivatal alkalmazottai, azon kívül senki más. De ugye a nagy cirkusz volt, és az hagyján, hogy a képviselők is, az sem helyeselte a házelnök, meg szinte senki, de ugye, hogy gyakorlatilag ebben a csimbum cirkuszban, ami zajlott az ülésteremben, abban részt vettek a karzaton állók is, az úgynevezett szakértők. Azért ezt helyesnek tartják? A mi részünkről ez nem cirkusz, hanem megpróbáljuk megvédeni ezt az országot úgy, ahogy ígértük még az országgyűlésbe kerülésünk előtt, hogy meg fogunk mindent tenni annak érdekében, hogy megvédjük az embereket a saját politikusi elitjüktől, azért, mert most azt látjuk, hogy a miniszterelnök például nem mond igazat, ugyanis a külföldiek részére ez a földtörvény nem csak a Jobbik szerint, hanem az általunk összehívott földvédelmi kerekasztal összes résztvevője szerint, ahol egyetemi tanárok, akadémikusok, különböző ezzel foglalkozó szakmai szervezetek ültek a kerekasztal munkájában és vettek részt. Szerintük is a magyar termőföldet kiárusítja a kormány ezzel a törvénnyel a külföldiek számára. Itt egyébként egyértelműek a törvény. Most csak idézni tudom azokat a kormánypárti politikusokat, akik elmondták, hogy ez mindig egy vacak helyzet, mert nekem kell kvázi az ellenvéleményt képviselni. De egyértelművé tették egyébként az illetékes államtitkár is, szintén itt a köztévében, hogy az unió tagjaként nem lehet azt ex katedra kijelenteni, hogy külföldi állampolgár Magyarországon nem szerezhet tulajdon. Ezért a törvénycikkelyeit, rögtön meghallgatom önt, csak idézem az ellenvéleményeket. Tehát a törvénycikkelyeit olyan szigorúra szabták, hogy ha valaki sógorként, osztrákként, hollandként, dánként itt földet szeretne, szinte magyarrá kell válnia. De ez nemes egyszerűséggel nem igaz. Akkor a hazugságot követett el a kormány ezzel a földtörvénnyel, hogy még a külföldi fogalmát is átfogalmazta. Ugye egy magyar állampolgár azt érti a külföldi alatt, aki nem magyar állampolgár, tehát külföldi. A törvény pedig úgy fogalmazza meg a külföldi fogalmát, hogy mindenki külföldi, aki nem az Európai Unión belül él, és nem az európai gazdasági térségen belüli országoknak a tagja. Hát, nem magyarul, külföldinek 500, nevezni. Magyarul 510 millió embernek van lehetősége, eszerint a törvény szerint megvásárolni a magyar termőföldet, és ne feledkezzünk el arról, hogy az osztrák parasztoknak 10-szeres különbség van nem egyszer a magyar földárak és az osztrák között. Az osztrák parasztoknak könnyűszerrel fog menni eszerint a törvény alapján a földvásárlás. De nem és megjegyzem, a saját értelmiségével is vitatkozik Orbán Viktor például és a kormánya ebbe a kérdésbe. Mert nem csak Ángyál Józsefre, az is egy fontos dolog, hogy egy volt államtitkár, hanem például a professzorok Batthyány körére, aki az összes megszorító intézkedés végig asszisztálta a kormány mögött, ebbe a gyalázatba már ők sem voltak hajlandóak beleállni. Azt mondja nyilvánvaló, hogy a Jobbik nem fogja ezt megtenni. Volner úr, csak azért kötözködöm, mert egyetlen föld, én nem olvastam el valamennyi uniós ország földre vonatkozó törvényeit. De azt tudom csak mondani, amit erre a kérdésre az illetékes államtitkár elmondott. Nem szerepelhet de facto le egy uniós állampolgár, nem külföldi. Ezt nem lehet leírni. Egy uniós tagországban ezt nem lehet leírni. Ezért csak körül lehet bástyázni. Itt kell élni. Hivatásszerűen ebbe kell foglalkozni. Iszonyatos megszorítások vannak ebben a történetben. Én azt tudom erre önnek mondani, hogy egykor ezt az országot olyan államférfiak vezették, akik egyrészt fejből tudtak beszélni, és nem fel kellett olvasniuk papírról azt, amit elmondanak, másrészt pedig akár a saját vagyonuk feláldozásával, a saját életük feláldozásával is hajlandóak megvédeni ezt az országot.
országot és annak a földjét, most ehhez képest egy roskadozó, összedőlő félben levő bürokratikus Európai Uniótól kellett volna jogszabályokkal, nem fegyverrel, nem a saját vagyon feláldozásával ennek a politikai rétegben, csak jogszabályokkal meg lehetett volna védeni ezt a termőföldet. Önök utolsó cseféjétig fognak védeni a magyar termőföldet. Mit terveznek? Mit tudnak tenni? Mi sem természetesebb, Óvesovszky úr, ez az ország nem kis részben arra ment rá, hogy elárulta az elmúlt 22 évben a rendszerváltás óta a saját politikai elitje. Kiárusították ezt az országot, megszüntették a magyar ipart, most meg fog szűnni a magyar mezőgazdaság is, mert a külföldiek ugyanúgy föl fogják vásárolni, mint ahogy megszüntették és felvásárolták a magyar ipari üzemeket is. Mindent el fogunk követni annak érdekében, ha kell, akkor az utcára fogjuk vinni az embereket, nem csak a mieinket, összefogunk a gazdatársadalommal és mindenkivel, aki hajlandó ebben a kérdésben mellénk állni, mert a nemzetvesztéshez, ahhoz, hogy ez az ország végképp egy rabszolga állam legyen, nem asszisztálhat a Jobbik. Wallner János, köszönöm, hogy itt van. Én is köszönöm.